Fejlesztés a reaktortartály beszállítását is biztosítja a jövőben a szerdán átadott új út. Támogatás hamarosan kezdődhetnek az energetikai korszerűsítések az önkormányzat támogatásával. Kikötés, megérkezett Paksra a római kort idéző őrhajó. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket. Úthálózatfejlesztés Pakson, a reaktortartály beszállítását is biztosítja a jövőben az az új út, amelyet szerdán adtak át a teljes beruházás egy körülbelül 300 méter hosszú szakasz felújításából, egy körforgalom kialakításából és egy körülbelül 1120 méter hosszú, nagy teherbírású szállító út kialakításából állt. Az átadáson részt vett dr. Horváth Kálmán, a Tolna megyei kormányhivatal főispánja beszédében kiemelte, napjainkra az atomenergetika szerepe felértékelődött, a Paks 2 projekt során a két új blokk megépítése mellett kiemelt helyen szerepel a térségfejlesztés is. Hogy mennyire előrelátó volt a kormányunk, az pont ez a helyzet illusztrálja. Elkötelezettem, már több év óta készülünk a Paks 2-es bővítésre, és most itt állunk egy kerítésen kívüli beruházás befejezténél, egy átadásnál, ami teljesen egyértelműen azt igazolja, hogy a kormány helyes úton áll, jár, nem kapkod. Ezt a témát én azt gondolom, hogy tisztességes módon, tehát az erőműépítést előkészítette, és nagyon nagy örömünkre szolgál az, hogy elkötelezett és elvállalja a jövőben is. Többször miniszterelnök úr, Szijjártó miniszter úr is kijelentette, hogy az erőműépítés meg fog kezdődni, a blokkbővítés is be is fog fejeződni. Hamarosan kezdődhetnek az önkormányzat által támogatott energetikai korszerűsítések. Paks képviselőtestülete múlt heti rendkívüli ülésén határozott a hagyományos és az iparosított technológiával épült lakások energiamegtakarítást eredményező beruházásainak támogatásáról. A biztosított keretösszeg a 2022. évi költségvetésben együttesen 45 millió forint, a befogadott pályázatok teljes támogatásához 44.150.950 forint. Használtak fel. 82 igénylés, ennyi érkezett idén májusban a hagyományos és az iparosított technológiával épült lakások energia megtakarítást eredményező beruházásainak önkormányzati támogatására kiírt pályázatra. A városvezetés Pakson évek óta támogatja az épületek különféle korszerűsítését. A képviselőtestület a múlt heti rendkívüli ülésén egyhangulag fogadta el azt a pontot, amiben az érvényes pályázatok szerepeltek. Az igényeknek megfelelően alakítjuk már ki februárban is azt a keretösszeget, amit erre a pályázatra szánunk. Ez most is így történt, és most is sikerült minden igényt kielégítenünk. 72 hagyományos technológiával épült pályázatot sikerült támogatnunk, és két iparosított technológiával épült építményt, épületet sikerült támogatnunk. A hagyományos technológiával épült lakásoknál túlnyomó részt fűtéskorszerűsítésre igényeltek támogatást a pályázók, mintegy 23 millió forint értékben. Fűtéskorszerűsítésre és nyílászáró cserére 2 millió 800 ezer forint, fűtéskorszerűsítésre és hőszigetelésre 700 ezer forint, nyílászáró cserére pedig 5,8 millió forint igény érkezett. Népszerű volt a hőszigetelés is, amire 1,5 millió forint, hőszigetelésre és nyílászáró cserére 8 millió 400 ezer forint, napelemre pedig 500 000 forint értékben kértek támogatást. Paks polgármestere szerint az energetikai korszerűsítések különösen fontosak a mostani energiaveszélyhelyzetben. Most az idei pályázatok még azért nagyjából a különféle kazán cserékre vonatkoztak, kondenzációs kazáncsere, de ezek gázkazánok, így már elgondolkoztunk azon, hogy a jövőben, mondjuk jövőre egyéb megújuló energiaforrásokat is próbálunk a lakosság körében népszerűsíteni. Ugye itt a gázárak alakulása, illetve egyáltalán, hogy lesz-e ilyen energiaforrás, úgyhogy erre is szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni majd a jövőben, hogy a lakosság körében azokat a megoldásokat is népszerűsíteni, amelyek nem annyira függenek a nemzetközi helyzettől. A pályázatra biztosított keretösszeg a 2022. évi költségvetésben együttesen 45 millió forint a befogadott pályázatok teljes támogatásához, így ezen összegből 44,1 millió forintot használtak fel.
Egy 18 méter hosszú, megközelítőleg 3 méter széles, 6 tonnás, korhű római hajó érkezett Paksra. Az érdeklődők megismerhették a legénységet, a kapitányt és az út részleteit is. Az országokon átívelő program elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a római Limes útvonalának emlékeire, egyúttal előhívja és támogassa az együttműködést az érintett dunamenti települések között. Sokan összegyűltek az Ase csónakháznál Pakson augusztus 23-án, a délutáni órákban érkezett az a korhű római hajó, amelyen egy 24 fős legénység evez a Dunán Ingolstadttól egészen a Fekete-tengerig. A kikötést követően az érdeklődők megismerhették az út részleteit, a legénységet, a kapitányt és kipróbálhatták a hajót is. Ugyanis ez egy őrhajó volt. Tehát itt a katonaság használta ezt, a sereg használta, katonák eveztek benne, és hát reggel ők kijöttek ezzel a hajóval, és hát pásztázták a határt szép lassan, majd este visszamentek a tábor helyre, tehát ez nem a gyors haladás volt a lényeg, vagy szállítás, vagy egyebek, hanem az, hogy szép lassan, nyugodtan bejárja itt a határvidéket, és így tudjon figyelni, őrizni a határvonalat. A római hajó valós, régészeti lelet alapján korhű eszközökkel készült el német egyetemi kutató közreműködésével. A tölgyfából készült jármű 18 méter hosszú, megközelítőleg 3 méter széles és 6 tonna a súlya. Kellemes volt az út, hát majdnem 11-néhány kilométert lapátoltunk. Szerencsére nem fújt a szél, a vízállás tökéletes, úgyhogy mindenre meg voltunk elégedve, nagyszerű fogadtatásban volt részünk. Előző helyszínen is nagyon kedvesen fogadtak, az egész úton szinte, úgyhogy minden nagyon jó. Az országokon átívelő program elsődleges célja, hogy felhívja a figyelmet a római Limes útvonalának emlékeire, egyúttal előhívja és támogassa az együttműködést az érintett dunamenti települések között. Erre az eseményre a vártnál többen eljöttek így a városból. Így az érkezés szempontjából volt egy kis bizonytalanság, hogy mennyire gyorsan tudnak jönni a hajósok, de úgy látjuk, hogy az emberek türelmesen megvárták a hajót, és nagyjából egy olyan 100 ember várta itt a hajót, amikor megérkezett, idősek, gyerekek, vegyesen, úgyhogy nagyon örültünk, hogy ennyien kijöttek a város részéről. A legénység az itt tartózkodása ideje alatt megtekintette a Lussoniumot és a Városi Múzeum tárlat vezetésén is részt vett. A városvezetés részéről ajándékkal is készültek a kapitánynak. Egy kis turisztikai csomagot állítottam össze a kapitány úrnak. Hallottam, hogy képeslapokat szoktak feladni az út során, ezért paksi képeslapot kaptak, turisztikai térképet, turisztikai kiadványokat, hűtőmágnest és egyéb kis városmarketing termékek voltak a csomagban. A hajó augusztus 25-én reggel indul tovább. A következő állomás Faddombori lesz. Folytatódik a Klasszikusok Pakson térzene programsorozat. Augusztus 25-én csütörtökön 20 órától Fekete Nándor orgonaművész tart látványkoncertet az Atomtéren. A többszörös nívódíjas orgonaművész a Zene a képekben című előadással olyan programzenei összeállítást álmodott meg, amely a muzsikával egyenrangú szintre emeli a látványelemeket. A fotósorozat elkészítéséhez K. Orosz Ila fotóművészt kérte fel. A hangversenyen a közönség azokat a hangokhoz időzített művészi fotókat láthatja a kivetítőn, amelyek a zeneszerzők lelki szemei előtt is lebeghettek a művek megalkotása közben. A koncerten világklasszis zenekari alkotások, zseniális orgona átiratai hangoznak fel, amelyek mellől ez alkalommal sem maradhatnak el a zeneművek hátteréről szóló történetek. Az est ingyenesen látogatható. Térzenét adtak a 7. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál kürt táborának hallgatói az Atomtéren. A táborban összesen 33 növendék vesz részt, 10 évesektől a felnőttekig. Kürt szóharsant augusztus 23-án délben az Atomtéren. A 7. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál keretében tartott kürt tábor hallgatói szólaltatták meg hangszereiket a térzenei programon. A tábor vezetője Tekula Endre művésztanár. Mi azt szeretnénk, hogyha nagyon sok gyerek szeretné meg az élő zenét és a hangszerei zenét. Nagyon sok gyerek tanulna. És nem titkoltan azzal is a szándékunk ezzel, hogy a következő zenész generációnak a ifjú palántáit megtaláljuk közöttük.
A kürtábor egyik legfiatalabb résztvevője a 10 éves Keve, aki Szentendréről érkezett Paksra tanára javaslatára. 3 éve kürtől, mint mondja, művész családba született. Anyukám orgonaművész, orgonaművész és zongoratanár. A legnagyobb nővérem, mert 3 nővérem van, ő azt hiszem, ő zongorázik, akkor aztán a következő fuvolázik, a harmadik meg csellózik. És Kürt még nem volt a családban? Nem. Szabó Berent és Szilveszter is családi indítatásra választotta a Kürtöt, amelyen 3 éve játszik. Második alkalommal vesz részt a paksi táborban. A program szerint remek közösségi élményt is ad. A tanárok remekek, azok nincs kifogásom teljesen. Én mindig is nagyon szerettem ilyet, hogy több körülön tudom a tanulásomat kibővíteni a több tanártól, és így több visszajelzést kapok, és így hát, könnyebb is. A térzene program több napos, egészen augusztus 26-áig hallgathatják a fúvósokat az atomtéren az érdeklődők a déli órákban. A kedvenceinket hozzuk, és olyan darabokat hozunk, amikkel most készülünk fel arra, hogy szombaton az evangélikus templomon, és vasárnap pedig 10 órakor itt a Csengeiben a záró koncerten játszunk. Tehát úgy szoktam fogalmazni a gyerekeknek, hogy minden alkalom, minden koncert egy főpróbája a következőnek, és ezt most itt teljes mértékben betartjuk. Filmzenei és klasszikus darabokat, részleteket és kifejezetten kürtre írt vadászati témájú műveket adnak elő a koncertek keretében a tábor résztvevői. Számláló biztosok jelentkezését várják továbbra is a Városházán. A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindenki életét érintő adatgyűjtése. Az országos összeírás sikeressége nagyban függ a számláló biztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától. A népszámlálási feladatokat 2022. október 17-e és november 20-a között kell elvégezni. A számláló biztos munkája, a körzet bejárása és az ahhoz tartozó címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval, a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele, valamint a folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval. Ahhoz, hogy valaki számláló biztos legyen, nagykorú, cselekvőképes személynek kell lenni, rendelkezni kell saját eszközzel, például laptoppal, internet eléréssel, e-mail címmel és telefonszámmal, jelentkezni elektronikus úton, vagy a polgármesteri hivatal portáján kihelyezett, gyűjtő dobozba leadott jelentkezési lappal lehet augusztus 31-éig. A nyomtatványok elérhetőek a paks.hu oldalon. Szerdán este változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható, zápor, zivatar valószínű. Az északi szél helyenként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-19 fok között alakul. Csütörtökön napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütés várható, zápor, zivatar előfordulhat, az északi szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27-30 fok között alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!